A Bátor Televízió híradója következik, köszöntöm Önöket! NB1-es csapatokat is fogad a sportszálló. Duplájára emelnék az apanapok számát. Nyírbátorban pénteken várják éjszakai fürdőzésre a vendégeket. A nyári szezonban már majdnem teljes kihasználtsággal működik az úgynevezett nyírbátori sportszálló. A városi sportcentrumban kialakított szálláshelyek az edzés lehetőségek mellett egy komplett, akár NB1-es csapatnak is megfelelő körülményeket tudnak biztosítani. A városi önkormányzat 10 millió forinttal támogatta a szálláshely kialakítását és felszerelését. Mi történt a lábával? Sajnos kisgyerekkorom óta bajlódom ezekkel a kisebb húzódásokkal, folyton megsérülök, úgyhogy sajnos most is összeszedtem egyet itt a tábor során, úgyhogy nem edzettem már 3 napja. Lent a konditeremben edzettünk az erőléti edzőnkkel, illetve a gyógymasszőrünk segített nekünk. Mióta működik ez a szálláshely? Télen tudtuk fogadni az első csapatot, aki edzőtáborba vett részt, és igazából a legjobb visszajelzés nekünk az volt, hogy ugyanaz a csapat most már nyáron is meglátogatta a létesítményünket, úgyhogy azt gondolom, hogy sikerült egy olyan szintre hozni és a létesítményt felújítani, illetve berendezni, amely most már tényleg komoly csapatokat tud fogadni edzőtáborosztatásra. Tehát egyszerre egy csapat fér el, annyi szálláshely van. Igen, így van kialakítva, azt gondolom, hogy a létesítményünk adottságai arra hivatottak, hogy professzionális körülményeket egyszerre egy csapatnak tudunk biztosítani. 6 napot töltöttünk itt, 4 nap alatt 3 edzőmérkőzést játszottunk, és mindennel elégedettek vagyunk. Szálláshely milyen? Szuper, minden. Nagyon jók a szobák. A higiénia is nagyon rendben volt. Műfűes pályánk van, fedett műfűes pálya, ugye nagyméretű műfűes, illetve élőfűves pályák. Emellett ugye a szállónak is van egy adottság. A konditermi edzés egy csapatnak tökéletes ez felkészülés szempontjából. Milyen kihasználtsággal tudnak majd működni, hogy számoltak? Az idei nyár úgy fog kinézni, hogy 2 hét kivételével azért több csapat, több korosztálya megjelenik, illetve a Cigándi Egyesület több korosztálya fog majd augusztusban megjelenni nálunk. A szálláshely bevételei a klub működésére mennek? Igen, tehát ezt a Nyírbátori Labdarúgó Sport Egyesület működteti, és a bevételt is a klub tudja meg felhasználni. A felújítás, illetve a szálláshely kialakítása, ez önkormányzati forrás, vagy más forrás is felhasználtak? Önkormányzati forrás volt a felhasználása, tehát a finanszírozása, amely körülbelül egy olyan nagyságrendben 10 millió forintot. Jó az, hogy a csajok így 4-en vannak, 4-esével egy szobában? Igen, van egy szoba, ahol 6-an is vannak, de tök jó az elosztás, és tök nagy hely van, úgyhogy elférünk, mert jól érezzük magunkat itt. Este buli is? Bulik voltak? Hát finoman, igen. Az edzők mindig ránk szóltak, próbáltunk finoman bulizni, de hát nyilván a pihenésé itt a főszerep az este. Újra a szokásos házi rend szerint fogadja ellátottjait Nyírbátor város szociális szolgálata. A pszichiátriai betegek és az idősek nappali ellátásában résztvevők jelenleg is a járványhelyzet okán hozott új szabályok betartása mellett használhatják a közösségi teret. Hát én alig vártam, hogy megjöjjünk ide a csoportba, hogy közösen legyünk. Ennek én nagyon örülök, még ha a távolságot kell vetni, akkor is, és én még nagyon nehéz volt átvészelni ezt a vírust. Annyitól meg nagyon jó volt, hogy besegítettek az ebédhordásba, gyógyszert segítettek, még szombaton is hozták. Ez nekem nagyon sokat számított. Június második felében kinyitottuk a közösségi terünket is, bár ennek a hónapnak a végéig csak 50%-os arányal jöhetnek az ellátottak, tehát a 2 nappali ellátásban 70 férőhelyre van engedélyünk, itt a közösségi térben addig csak 35 fő tartózkodhat. Törekedünk arra, hogy elsősorban kinti programokat szervezzünk, de itt bent pedig muszáj betartani
tartanunk a 2 méteres védőtávolságot, ha olyan programot szervezünk, csoportfoglalkozást például, ahol közelebb vannak egymáshoz az ellátottak, akkor pedig elsősorban az idős korúaknál a szájmaszk használatát preferáljuk. Mindenki várta már nagyon, hogy újra együtt lehessenek itt? Igen, mindenki várta folyamatosan, akár az ebédszállításnál, vagy bevásárlásnál, amikor kapcsolatban voltunk az ellátott, akkor azt láttuk, hogy mentálisan megviseli őket nagyon ez az időszak, és próbáltuk őket lelkileg támogatni, akár csak egy telefonhívással segíteni őket, mert sok esetben a hozzátartozók nem itt élnek, de próbáltunk lelki támaszt nyújtani nekik folyamatosan. Az MSZP a magyar parlamentben szeretné elérni, hogy a tavaly elfogadott uniós irányelvnek megfelelően Magyarországon is emeljék meg az úgynevezett apanapok számát. A baloldali párt legalább a jelenlegi duplájára, 10 napra növelné a gyermekszületés után apákat megillető plusz szabadnapok számát. Van egy európai irányelv, amit 2019. június 20-án léptettek hatályba, miszerint minden apának, kispapának a gyerek születése környékén 10 munkanap, 2 hét fizetéses szabadságot kell adni. Magyarország ezt egyáltalán nem ratifikálta még, eltelt 1 év, és mi nőtagozat úgy gondoltuk, hogy ez tovább nem tűrhető, hogy agyon hallgatják, és nem teszünk benne semmit. Ön az, aki felkarolt egy közös ügyet, az apanapot. Mit tehet egy országgyűlési képviselő? Először elmentünk Novák Katalin államtitkárhoz, hogy mikor fognak ezzel az üggyel foglalkozni. Most már több mint egy éve, hogy ez a lehetősége adott a magyar kormánynak, és még az ég egyet a világon. Semmi nem történt. Kezdeményeztem azt, hogy mind az országgyűlési képviselőnök, mind az országgyűlési képviselő férfiak kapjanak meghívást, ellenzéki és kormánypárti képviselők. Az első ilyen kerekasztal beszélgetés megvolt a múlt héten. Szeretnénk beadni egy olyan határozati javaslatot, amiben az van benne, hogy gyakorlatilag amint lehet, akkor az apanap igazi valósággá válhasson a magyar papák számára. Litvániában már tavaly 30 nap, Ausztriában most, tehát ősszel ratifikálták 30 napban, Magyarország ez most 5 napban van a munkatörvénykönyvében, de mi azt szeretnénk, hogy minimum a 10 napot, amit az európai irányelv előír, azt megkapják a magyar apák is. 2020-ban már 11. alkalommal rendezik meg a hazai fürdők a strandok éjszakáját. A fürdők országszerte meghosszabbított nyitvatartási idővel, programokkal várják július 25-én a vendégeket. A Sárkányfürdőben viszont péntek este nyújtanak lehetőséget az éjszakai fürdőzésre. Sárkány Wellness és Gyógyfürdő már nyitás óta minden évben csatlakozik a strandok éjszakája, így lesz az idén is. Nem a napján, nem szombaton, hanem már nálunk pénteken lesz a strandok éjszakája, és könnyű zenei fellépőkkel fogjuk színesíteni a programot. A program neve ugye az, hogy strandok éjszakája, ez hazánkban egy úgymond jeles napnak számít, de az éjszaka az milyen nyitottartást jelent ebben az esetben? Nálunk az egy rövidebb, mint egy múzeumban, mert egy múzeum, hogyha szombaton nyitva van, akkor vasárnap viszonylag könnyű felkészülni. Itt azért a termálmerencét, ha üzemeltetjük, akkor ez azt jelenti, hogy azért nekünk hajnali 1 órakor hozzá kell kezdeni a fertőtlenítéshez. Hát ezért az 8 óra 30 perckor kezdődik a program, este 8 óra 30 perckor kezdődik pénteken, és hajnali 1-ig tart ez a program. Vannak ilyen alkalmak, általában télen azért ezek jobban működnek a benti gyógyfürdőben. A strandon is szeretik a látogatóink. A nyári éjszakai fürdőzések azok mindig valamilyen zenei programhoz kapcsolódóak. A téliek azok másak, mert általában szauna szeánszal és szauna programokkal kombináljuk a akkori nyitvatartásokat. Illetve van olyan egyesület, ki tudom emelni, talán a motorosok, nyírbátori motorosokat, akik ilyen zárt körben mindig, minden évben találkoznak egyszer vagy kétszer a fürdőben, éjszakai fürdőzés keretében. 2 hét leállás után ismét a megszokott nyitvatartás mellett várják a legfiatalabb könyvtárlátogatókat is a nyírbátori városi könyvtárban. A festési munkálatokat már nem lehetett tovább halogatni.
Ahogy az országos rendeletek megengedték, június 15-től teljesen kinyitottunk. Elég nagy érdeklődés fogadta a nyitvatartásunkat. Nagyon sokan vágytak már arra, hogy személyesen is böngészhessenek, és személyesen tudjanak könyveket válogatni. Most az előző két hétben pedig a gyerekkönyvtárat be kellett zárjuk. Egy nagyon régen tervezett festés miatt kívül-belül megszépült a gyerekkönyvtár, lettek festve a falak, a radiátorok, a csövek le lettek festve, az ajtók megújultak. Köszönjük a Városfejlesztés Működtető Kft. Dolgozóinak a munkáját, nekik köszönhetjük, hogy így megszépült a gyerekkönyvtár. Most már teljes nyitvatartási időben jöhetnek a gyerekek is, a felnőttek mellett, hétfőtől péntekig, 9 órától 17 óráig. Szombati nyitvatartás július-augusztusban nincsen, szeptembertől minden szombaton nyitva leszünk. Az biztosan érdemes elmondani, hogy itt az elmúlt hónapokban és hetekben is folyamatosan jöttek az új kiadványok. Így van, a gyarapításunk nem állt le, sem a járvány idején, sem utána, úgyhogy nagyon sok új könyvvel tudunk szolgálni. A Bátor Televízió híradóját látták, megköszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.